A Braille írás egy speciális technikát alkalmazó ABC, amely a vakok és gyengénlátók számára teszi lehetővé az olvasást. Ezt a módszert eredetileg Napóleon rendelte a hadseregnek, hogy a katonák sötétben fény nélkül is tudjanak kommunikálni egymással. Ezt azonban túl bonyolultnak találták és elutasították a használatát. 1821-ben mégis ezt alakította át a francia Louis Braille a vakok számára. Ma már minden országnak külön Braille ABC-je van. A Braille írásnak 6 pont az alapja, 6 pontnál több soha nem lehet a kinyomtatott papíron, 6 pontnál kevesebb, és az ABC betűjét meg kell tanulni a különböző pont értékekkel a látássérülteknek. A speciális pont, speciális nyomtatóval készül ez a Braille írás, és megvan szabva nemzetközileg, hogy ezeknek a pontoknak milyen magasak lehetnek a milyen magas lehet a pont magassága, és egymástól milyen távolságban helyezkedhetnek el. És ez alapján ők ki tudják tapintani az ujjaik segítségével a különböző betűket, karaktereket. A vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete egy hangszigetelt szobában rendszeresen nyomtat két folyóiratot. A Szemezgető című két havonta megjelenő lap egyesületi híreket tartalmaz, az Egészséger pedig egészséggel kapcsolatos cikkeket, és ez negyedévente jelenik meg. Ezeket országosan 150-en, a megyében pedig mindössze 4-en rendelik meg rendszeresen. Egy jól látó embernek nagyon nehéz megtanulni, meg aki felnőttként veszíti el a látását, neki is nehézségeket okoz, mert főleg nagyon sokan cukorbetegség kapcsán veszítik el a látásukat. Tudjuk, hogy az inzulin kezelést folyamatos cukormérés követi, emiatt az ujjai hegye van keményedve, nem érzékeli úgy a pontok magasságát, vagy pedig nagyon sok idős ember fizikai munkát végez, ami következtében megint az ujjai nem olyan kifinomultak, hogy ezeket a pontokat ki tudják tapintani. Úgyhogy szerintem ezért nagyon nehéz, aki felnőttként kezdi el tanulni a Braille-írást, nagyon nehéz megtanulni. A Braille-írást olvasni tudóknak minden évben versenyt rendeznek Nyíregyházán, ahol időre kell egy ismeretlen szöveget elolvasniuk a látássérülteknek. Idén tavasszal 13. alkalommal fogják megrendezni a kétnapos eseményt.